Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Délvidéktől a Felvidékig, Kárpátaljától a Székelyföldig mindenütt éreztetni kell a magyarsággal, hogy mindnyájan a magyar világ részesei vagyunk, és segíteni kell, hogy mindenki ott boldoguljon, ahol él, ahol az otthona van. Ez is az egyik feladata a Budapesten létrejött Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek. Az intézet küldetéseként fogalmazta meg, hogy a 21. század modern körülményei között újra definiálják a magyar jövő lehetséges határait, és megtöltsék tartalommal. A vezető Szász Jenő gondolatait hallják. Hol tettekre van szükség, ott nem elegendőek a szavak. Tisztelt elnök úr, frakcióvezető urak, polgármester úr, kedves felvidékiek! Mindenek előtt kérem engedjék meg, hogy megköszönjem Berényi József elnök úr szíves meghívását, amelynek nagy örömmel tettem eleget. Ugyanis szívesen jöttem Dunaszerdahelyre, mert gyönyörű emlékeim egyike, mikor Pázmány Péter polgármester úrral aláírtuk Székelyudvarhely és Dunaszerdahely közötti testvérvárosi szerződést. Éppen ezért, ha megengedik, akkor Pázmány Péter polgármester urat innen is nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Ezért bizonyára nem veszik szerénytelenségnek, ha azt mondom, minden hasonlóság és minden különbözőség okán is, hogy ismerem a külhoni magyarság és politikai szervezeteinek legtöbb gondját, baját, és ezen belül pedig kiemelten a felvidéki helyzetet is. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet élére való kinevezésemmel az az óriási megtiszteltetés, de ugyanakkor felelősség is ért, hogy az erdélyi szerepvállalás után az egész Kárpát-medencei, illetve a diaszporai magyar, úgynevezett humán vagyon feletti gondnokság nehéz, de édes, ránk eső terhét kellett a vállunkra vennünk. Mert ugyan fontosak a gazdasági erőforrások, de valamennyinél fontosabb a humán erőforrás, a magyar ember, a magyar kultúrkörhöz tartozó emberek. Közös gyökereink ismertek. Az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medencei utak sokféleségében is akadt mindig közös. Mégpedig az útjainkba gördített akadályok. Ezekről nekem, önöknek, itt mindannyiunknak egészen pontos ismereteink, tapasztalataink vannak. Az anyanyelv használat, a hitélet, az oktatás és a gazdasági lehetőségek, illetve lehetetlenségek akadályának sokféleségéről. Mára a következmények aggasztókká váltak. Az önök beszámolójából is kiderült, hogy a magyarok lélekszáma a szomszédos országokban folyamatosan csökken, a felsőoktatásban a magyarok aránya mindenütt alacsonyabb a többségi nemzethez tartozóknál, mindenhol a kulturális, az oktatási és a gazdasági pozícióvesztés, a fizikai és szellemi ellehetetlenítés tapasztalható. A rendszerváltás és az Európa Uniós csatlakozás néhány reménykeltő következmény ellenére a magyar közösségek helyzete az elmúlt két évtizedben tovább romlott. Sok jó szándékú kezdeményezés indult, de ezek végül sosem álltak össze egységes és jövőképközpontú Kárpát-medencei stratégiává, illetve áttörő eredményre vezető cselekvéssé. Az évtizedes utakadályok miatt súlyos a helyzet. A romantikus jóra törekvések ideje éppen ezért lejárt. Új energiákra van szükség, a magyar életenergiák gyarapítására, új gazdálkodásra van szükség, mely a Kárpát-medencét egységes térként tekinti, és új tudásra is szükség van, mely a magyar közösségek oktatásában, a felnőttképzésben, a kutatás és az innováció területén hoz majd eredményeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves küldöttek! Minden nehézségünk ellenére a magyar állampolgárság kötelékén keresztül 2010-ben megszületett a közjogi lehetőség arra, hogy a szétszóratott nemzetből világnemzet, azaz új nemzetközösség épülhessen. Megszületett az új alaptörvény is, melyben a külhoni magyarok iránt a magyar állam felelősségvállalása immár hangsúlyosan jelenik meg. Június 4-én már nem csak a múlt tragédiáján buslakodunk, hanem a nemzet összetartozás törvényének köszönhetően már a közös jövőnkön is gondolkodhatunk.
és így az országpolitikát felváltó nemzetpolitika pedig most fogja, meg fogja teremteni a lehetőségét annak, hogy a Kárpát-medencében és a világban szétszórtan élő magyarok szellemi, érzelmi és gazdasági energiája végre összeadódjon. Az új nemzeti erőforrás hasznosítás elméleti és gyakorlati módszereinek kidolgozása, rendszerbe foglalása, a Nemzetstratégiai Intézet lehetősége és egyben felelőssége is. A februárban megfogalmazott kormányzati szándéknak megfelelően a magyar nemzetközösség összehangolt fejlesztési programját kell megalkotnunk és közösen végrehajtanunk. Ez a célkitűzés egy egymás segítő és erősítő összehangolt Kárpát-medencei rendszereket feltételez. Olyan stratégiát és akcióprogramot, melyet a 21. század új körülményeihez igazítva meg is kell majd valósítanunk. Tisztelt küldöttek! Mai világunk megnövekedett eszközrendszere arra is lehetőséget kínál, hogy a közép-európai hagyomány, értékközösség és történeti emlékezet még élő és szervesen létező kelméjét a magyarság teljes működési területén érthetően, vonzóan és hatásosan tudjuk újra szőni. Ezért erről a helyről szeretnék valamennyi politikai és civil szervezetet partnerként hívni az előttünk álló óriási feladat megoldásához, és akkor talán valósággá válik Pio atya a jövendőlése, mely azt mondja, hogy Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük, és ezért irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országunkra. Ezért kérjük az égiektől, Kárpát-medence valamennyi magyarja, hogy Isten áld meg a magyart. Köszönöm.